A Tolnai Faddi és Bogyiszlói Dunaholtágak rekonstrukciójáról, fejlesztéséről egyeztettek szakemberek Tolnán az érintett települések polgármestereivel. A Pesofer Ágnes szerint már a 24. órában vannak, ezért nagy öröm számára, hogy a megvalósítás felé vezető úton már gyorsabban haladnak. Egy tavaly elkészült tanulmányterv szerint 50 milliárd forintra lenne szükség a három holtág rehabilitációjára. Sok megkeresést részben volt, részben jelenlegi polgármesterekkel. Nagyon sokszor kezdeményeztünk beszélgetést erről a problémáról, és ugye az elmúlt évek során volt arra lehetőség, hogy valóban az a szakmai és a megvalósítás felé mutató irány egy kicsit felgyorsult. Ez nagy öröm számunkra, mert mi azon túl, mi politikusok és itt élők, azon túl, hogy szeretjük a holtágat, és látjuk, hogy nagy a baj, azon kívül szakmailag mi nyilván nem értünk hozzá. Itt jött képbe a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács, illetve annak a munkaszervezete, és itt került gyakorlatilag sor arra, hogy egy nagyobb összeg került elkülönítésre a három holtág tekintetében a tanulmányterv elkészítésére. Ez a tavalyi évben elkészült, és egy olyan nagyon rémisztő összeg jött össze, gyakorlatilag egy ilyen közel 50 milliárd forint körüli összeg az, amivel jelen áron a három holtág tekintetében a rehabilitáció megtörténhetne. Úgyhogy ez most nyilván nem áll rendelkezésünkre, úgyhogy ma arról esett szó, és nagyon örülök, hogy erről most szó esett, hogy mik azok a lépések, amiket először meg kell tennünk, és ígéretet kaptunk arra, hogy folyamatosan egyeztetünk, és folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, akár minisztériumi tárcáknál, akár pályázatoknál, uniós forrásokból, magyar forrásokból, hogy tudnánk ezeket a holtágakat megmenteni. Én nagyon boldogan vagyok házigazdája itt a Tolnai Városházára egy ilyen megbeszélésnek, de ennél sokkal nagyobb öröm az, hogy úgy tűnik, hogy a politika is ez mögé áll, és én nagyon remélem, hogy a közel jövőben a tervezésre, a konkrét tervezésre, a tervek elkészítésére, távoli jövőben pedig a megvalósításra is lesz forrás. Bár 50 milliárd forintra lenne szükség a holtágak vízrendezéséhez, ez az összeg jelenleg nem áll rendelkezésre. A mostani megbeszélésnek az volt az egyik fő témája, hogy milyen prioritások mellett keressük meg azokat a forrás lehetőségeket, mind az Európai Uniós forrásokat érintően, mind a mezőgazdasági öntözéshez kapcsolódó források, vagy adott esetben turisztikai forrás lehetőségek, amelyek ráfűzhetők erre a nagy projektre, és beállítható időn belül meg kell, hogy valósítsuk ennek a három holtágnak a megnyugtató rendezését. Ez a mostani munkaértekezletnek, évnyitó munkaértekezletnek ez volt a fő téma, és hát ezt rendszeresen a következő hetekben, hónapokban a témában mindig össze fogunk ülni, és beszámolunk arról, hogy az adott időszakban ki milyen munkát tett abba bele annak érdekében, hogy ezeket a forrásokat, ezeket megszerezzük a három holtág megmentése érdekében. A megbeszélésen részt vett Móring József Attila, a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos is, aki elmondta, sikerült egy elsőbségi sorrendet felállítaniuk. Néhány héttel ezelőtt, amikor a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség munkatársaival találkoztam, akkor fölmerült, hogy a térség egyik legnagyobb problémája a holtágak vízutánpótlása, és hogy ezzel az érintett települések külön-külön is, meg együtt is foglalkoznak, képviselő úrnak is van valami elképzelése, az ügynökségnek is, és jó lenne ezeket összehangolni, már csak azért is, mert hogy az ügynökségnek rendelkezésére áll, mint egy 50 millió forint a további tervek, ami még a tervek összes terv elkészítéséhez is csak egy csekély rész, de mégiscsak jó lenne, hogyha ezt jól költenék el, és akkor úgy gondoltuk, hogy ültessük egy asztalhoz az érintett feleket, és találjuk meg a legjobb megoldást.
ez történt ma délelőtt. Azt gondolom, hogy sikerült egy prioritási sorrendet fölállítani, illetve már a fejlesztési ügynökség lépéseket tesz annak érdekében, hogy egy olyan költségtáblát elkészítsenek, hogy egy olyan forrásallokáció álljon rendelkezésünkre, aminek alapján a tervezéshez szükséges forrásokat a későbbiek során elő tudjuk teremteni. A Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy miután a holtágak a térségben ökológiai, turisztikai és öntözés szempontjából is jelentős szerepet töltenek be, bízik benne, hogy a kormány támogatását is meg tudják szerezni azok megmentéséért.